Sziasztok srácok! Most bemutatok nektek egy röpke videót. John Zorad RS44. Ő egy főkasza. Ez az enyém. Vagyis már csak volt. Ő is. Most nem tudom, most állandóan az én gépeimet akarja mindenki megvenni itt a közelembe. Úgyhogy be akartam őt már mutatni akcióba nektek. De mindig elfoglalt voltam, vagy olyat kaszáltam, hogy nem volt rá időm, hogy bemutassam, hogy mi is van vele. Ő egy John Zored RS44, a Husqvarna-nak az eredete az pedig Husqvarna 245R. Hát én kimerem mondani, hogy én szerintem ez egy ipari fükasza, 45 köbcentivel, igazából egygyűrűs, 42 mm-es dugattyú átmérővel, elég pörgős a gép, teljesítményben nagyon jó, meg vagyok vele elégedve, teljesen kényelmesnek is kényelmes, rezgés csillapított, és itt a rezgés csillapított vázba van neki a üzemanyag tank, onnan szívja fel az üzemanyag csővel a karburátorba az üzemanyagot, itt még nincsen primer pumpa, semmi, csak a szivatókart elfordítjuk és rántsuk, elzárjuk a karburátornak a torkát, amikor bepöffent, akkor visszavesszük a kart és akkor félgázon indul tovább, még rá nem fogunk a gázra egyet. Gyújtás kapcsolója, ugye az felfele van leállítva, ott írja, hogy stop, így van gyújtáson a gáza. Azért mutatom be most így egy röpke videó alatt itt a sötétbe, most még itt még láttok is, de megpróbálok kint lámpafénynél beindítani, mert jött egy üzlet, gyerekkori barátom, meg osztálytársam volt a srác, és kérte tőlem azt a kaszát, úgyhogy mindig van mindennek ára, ő ad érte nekem egy John Zored 2150 láncfűrészt, ami Husqvarna 350-es, meg pótol egy picit, de hogy pótlásban még mi lesz, adok neki vele egy teljesen egész motort, egy közdarabot, gyári főtengely, hajtókar, gyári dugattyú gyűrűvel, a gyűrű az cserés rajta egyébként, a henger és a motor közt ez a műanyag tömítés egyben is, meg a csapágynak ez a háza, egy karburátort, egy gyújtást, és itt van a hengere. Ha jól tudom, még a Husqvarna 45 vagy 245-nek is, láncfűrésznek, meg a John Zored láncfűrésznek is ez a motorja, úgyhogy igazából elég kompaktak annyiból, hogy ez John Zored RS44, de Husqvarna 245R, meg még a láncfűrészeknek is szinte egy és ugyanaz a motorblokja. Elég jó kis vaskos darab, nagyon masszív, hatalmas masszív hajtószárral, ha jól mértem, 35 mm-es kívülről, de lehet, hogy butaságot mondok, 32-es is lehet, vagy több, pontosan nem tudom. Szórásvédő, a szöghajtása is hatalmas, de kiváló, hibátlan, amiben én csalódtam benne, meg vagyok a teljesítményével elégedve, hozzá vagyok szokva a stílekhez, hogy alacsony az alapjárata, és akárhogy is karbulárom, leveszem kicsire, nem szereti a kis alapjáratot, akkor leáll. Ennek van egy ilyen kis magasabb alapjárata, de akinek van ilyen, vagy már tapasztalta ezeknél a típusnál, egy kicsit magasabb az alapjárat, és úgy tökéletesen működik. Nem húzom a szót tovább, mert most búcsúzok a géptől, holnap reggel jön érte a barátom, úgyhogy ezért tudtam most nektek videót készíteni. Úgyhogy megpróbálom beindítani a sötétbe.
Na tehát majd a videóba kiderül, hogy milyen a hangja. Picit sietős az alapjárta, ha bemelegszik, akkor egyébként alacsonyabb. Csak nem akartam már itt kint vergődni vele este, mert a szomszédok agyvérzést kapnak tőlem, hogy én mindig püfögök itt valamivel. Meg akarnám mutatni a tábláját. Hát végülis John Zorad RS44.